Üdvözlöm nézőinket, Deli Kinga vagyok, önök a Kultúrszabát látják. A 10 éve elhunyt Makovec Imre előtt tisztelegnek Szekszárdon. Anyanyelv használati verseny a Garai Gimnáziumban. Nagyszabású nőnapi programot szervez a Babits Mihály Kulturális Központ. A jövő csellósai mutatkoztak meg a Művészetek Házában. 10 éve hunyt el Makovec Imre, Kossuth és Ibő Miklós díjas magyar építész, a magyar organikus építészet megteremtője. Ebből az alkalomból a Magyar Nemzeti Múzeum szervezésében egy interaktív Makovec oszlopot állítottak fel Szekszárdon a Garai téren. A 2,5 méter magas installáció fotókkal, digitális tartalommal, folyamatosan futó filmekkel mutatja be Makovec életművét. A 60-as évek közepén Magyarországon elindult szerves építészeti mozgalom jelentőségét nem veszített el, legfeljebb új helyen, új formában erősödik újra, olvasható Gerle János építészettörténész esszéjében. Makovec Imre a mozgalom elméleti és gyakorlati megalapozója, így jelölte meg azokat a forrásokat, amelyekből a szerves építészetre vonatkozó ismereteit merítette. A parasztművészet, a középkori kisvárosi kultúra, Frank Lloyd Wright organikus építészet felfogása és Rudolf Steiner antropozófiája. Most Makovec halála után egy évtizeddel a Magyar Nemzeti Múzeum és a Művész Nevét Viselő Alapítvány közös kezdeményezésére 15 hazai városban emlékeznek a Kossuth és Ibő Miklós díjas építészről egy a munkásságát bemutató interaktív oszloppal. Az installáció március első napján érkezett a szekszárdi Garai térre. Ami Makovec Imrét nem kell különösebben bemutatni, mert azt hiszem, hogy a legismertebb magyar építész, akinek különleges művei vannak, illetve vannak tervei és különleges tervei is, és ezekből a tervekből, illetve a megvalósult épületekből gyűjtöttek össze halálának a 10. évfordulójára egy csokorra, a Makovec Imre Alapítvány és a Magyar Nemzeti Múzeum közös rendezésében, és egy ilyen interaktív oszlop, úgynevezett Makovec oszlop készült el, ami bemutatja ezeket az alkotásokat, és a járókelők számára, akik itt átmennek a téren, hát érdemes megállni és megcsodálni ezeket az egészen különleges és egészen különös víziókat tartalmazó alkotásokat. Én azt hiszem, hogy most már a 7. alkalom, hogy különböző városokban látható, és most eljutott Szekszárdra is. Makovec a paksi templomot tartotta első kiemelkedő munkájának, amelyet sokan csak Makovec templomként emlegetnek. A háromcsúcsos épület minden szempontból egyedi. A kecses, íves bejáratával, az áramló vonalaival és a csúcsokon megjelenő szimbólumokkal. Aki egyszer megpillantja ezt a népművészeti elemekből gyökerező templomot, biztos nem felejti el a látványt. Munkái szinte kivétel nélkül spirituális töltettel születtek. Egyszerre mutatják meg a föld alatt és a föld feletti világot. Épületeire minden esetben jellemző az alkotó történetmesélése. Saját belső világáról árulkodik, miközben önarcképet mutat hazájáról, arról a hazáról, amit Makovec látott maga körül. Csak szerintem rá kell nézni az épületekre, hogy összetévesztetlenek ezek az alkotások. Tehát én is már jártam úgy, hogy elmentem egy épületet, és hoppá, ez egy Makovec épület, és tényleg az volt. Most ez a művészi vízió azért azzal is jár, hogy műszakilag ezek eléggé igényesen kivitelezendő épületek, mert hogyha a kivitelezés nem tart lépést az építésznek a fantáziájával, akkor abból műszaki problémák is adódhatnak, és bizony vannak olyan Makovec épületek, amelyek most már megérettek arra, hogy felújítsák is őket. Ez a folyamat nemrégen már el is indult, ráadásul kormányzati szándékként. Egy 2020-as döntés 1,4 milliárd forint állami forrást ítélt meg a Makovec Imre által tervezett épületek felújítására. A forrásból 30 alkotás restaurálása történt már meg, vagy van éppen folyamatban. Ugye az egyik meghatározó egyéniség, és mindig azt szoktam emlegetni, hogy én régész vagyok, hogy mintha László Gyula egy ilyen egész iskolát teremtett az ő munkásságával, így Makovec Imre is. Nem tagadom, hogy például az én házamban is van egy kis Makovec vonal, de tényleg csak egy kis vonal, hiszen az akkori főépítésze a településnek, ahol lakom, egy pár vonal átrajzolta a házat, amit az egyik barátom tervezett, és meg kell, hogy mondjam, hogy jobb lett tőle.
Szekszárd és Tolna megye méltán büszke Makovec munkásságára, hiszen az országnak ezen a részén a művész több alkotása ma is biztos menedéket, meleget és adott esetben spirituális élményt is nyújt a használóinak. És nagyon örülünk annak, hogy Makovec Imre halálának 10. évfordulóján indult útjára ez az interaktív kiállító torony, és megérkezett Szekszárdra. Szekszárd azért nem kell szégyenkeznünk, mint itt a felvezetőben elhangzott, mert azért Polák Mihály munkáját megemlíteném, a megyeházát és a Makovec Imre által tervezett Béla teret, és hát természetesen a megyében is több alkotásával büszkélkedhetünk. Én arra kérek minden szekszárdit, hogy jöjjenek ide, érdemes megnézni, mert magának a toronynak a megjelenése és a toronyban lévő vetítő lehetőség vagy tévék által azért alaposan meg lehet ismerni a művészt, aki azért nagyon-nagyon komoly érdemeket szerzett. Nagyon örülünk még egyszer, és buzdítok minden szekszárdi, jöjjön és nézze meg. A Makovec életművet bemutató interaktív installáció március közepéig tekinthető meg a szekszárdi Garai téren. A Garai János Gimnázium adott otthont a 12. alkalommal megrendezett Lázár Ervin anyanyelvhasználati versenynek. A megmérettetésen a mai generáció számára kézenfekvő feladatokat kellett megoldani. Többek között Pilinszky János költőnek kellett egy közösségi profilt létrehozni és tartalommal megtölteni, illetve egy karanténszótár megalkotása is a feladatok közé tartozott. Az ország számos pontjáról érkeztek diákok. Pilinszky János költő közösségi profiljának a létrehozásán dolgoznak a Lázár Ervin anyanyelvhasználati verseny döntőjébe jutott diákok. A 12. alkalommal megrendezett versenyen a szervezők igazán kreatív feladatokat találtak ki a diákok számára, igazodva a mai generáció digitális szokásaihoz. Az ország több pontjáról érkeztek tanulók a megmérettetésre, aminek a szekszárdi Garai János Gimnázium adott otthont. Pető Máté a Ceglédi Kossuth Lajos Gimnáziumból jött, elmondta, hogy két csapattársa beszélte rá, hogy vegyen részt a versenyen. Az irodalom az nagyon az egyik kedvenc tantárgyaim közé tartozik, és Pilinszky műveivel eddig nem is találkoztunk, tehát nem is tudtuk, hogy egyáltalán létezett ez a író, és az osztályfőnökünk megmutatta a verseit, és nagyon tetszett mind a hármunknak, és nagyon jól éreztük magunkat eddig a versenyen, meg a feladatok is eléggé hát szokatlanok, meg eddig még nem nagyon kellett nagyon szónok vagy beszédet mondani, meg ilyesmi feladatokat még soha életünkben nem csináltunk, de nagyon jó kis program. Ajerbak Anita és csapata Szolnokról érkezett, nagyon érdekesnek és izgalmasnak tartotta a feladatokat. Először, amikor írni kellett, hát azon meglepődtünk eléggé, de nagyon tetszett, illetve most ez az informatikai feladat is meglepett minket, de szerintem jól megoldottuk, legalábbis remélem. Úgy kerültünk ide, hogy kaptunk az iskolában egy hirdetést erről a pályázatról, és nagyon felkeltette az érdeklődésünket, így beneveztünk ide. A megmérettetés két fordulóból állt, az elődöntő már tavaly évvégén lezajlott, és az ott legjobban teljesítő 5 csapat képviseltette magát a szekszárdi versenyen. Dr. Boronkai Dóra, a zsűri elnöke beszélt arról, hogy milyen feladatokat kellett végrehajtaniuk a diákoknak a verseny során. Az előzetes feladatokban Pilinszky János nyelvhasználatával kapcsolatban kellett blogbejegyzéseket készíteni a csapatoknak, amit nagyon ügyesen és kreatívan megoldottak, illetve egy karanténszótárt kellett készíteniük a koronavírus járvány kapcsán keletkezett új szavakról. Ezeket úgy neveztük el, hogy koroneologizmusok, és ebből egy szószedetet küldtek be a csapatok. Ez alapján az 5 legjobb csapat került a döntőbe, akik részben ezekhez az előzetes feladatokhoz kapcsolódó részben új feladatokat kapnak, de mindegyik Pilinszky János költői nyelv használatához, illetve a karanténnyelvhez kötődik. Most jelen pillanatban a második feladaton dolgoznak a számítógépes teremben, ahol egy elképzelt profilt, közösségi profilt kell készíteniük Pilinszky Jánosnak, megadott szavak felhasználásával, amelyeket például a karanténszótárból válogattunk, műfaji megkötéssel,
tehát nagyon kreatív megoldásokat várunk, irodalmi mémeket készíthetnek hozzá, tehát egy kicsit ennek a generációnak a digitális tudását is szeretnénk, hogyha átadnák, illetve egy olyan világba elkalauzolnának minket, hogy ha Pilinszky ma élne, akkor valószínűleg neki is lenne egy közösségi oldala, és hogy azon milyen tartalmak jelennének meg, milyen ismerősei, barátai lennének, milyen hozzászólásokat kapna, miket posztolna. Próbálunk minden évben egy olyan költőt, írót középpontba helyezni, akinek évfordulója van, és ugye 2021-ben, tehát amikor meghirdettük ezt a versenyt, még nem a döntő évében, Pilinszky évforduló volt, születésének 100. évfordulója, és ehhez kapcsolódóan választottuk őt, de volt már Arany, Adi, tehát éppen Lázár Ervin, amikor meghirdettük a versenyt, akkor ő, tehát mindig valaki, aki vagy Szekszárdhoz kötődik, vagy pedig évfordulós, vagy pedig esetleg mind a kettő, és nyilván alkalmazkodunk mindig az adott kornak az igényeihez, hiszen tavaly, amikor nem lehetett megrendezni ilyen formában ezt a versenyt, akkor egy online szabadulószobát csináltunk a csapatoknak Mésző Miklós költészetéhez kapcsolódóan, és az is nagy sikerrel zajlott, és ugyanolyan, ha nem is teljesen ugyanolyan, de nagyon hasonló élményt okozott a csapatoknak, mint hogyha itt lettek volna Szekszárdon. A megmérettetésen résztvevő 15 diák az ország különböző területeiről érkezett, a legmesszebbről a fehérgyarmati csapat tagjai jöttek. Nyilván akinek van érdeklődése, affinitása ehhez, és akinél a felkészítő tanár is úgy gondolja, hogy főként a kreativitás és a nyelvhasználat az erőssége, mert ez egy olyan verseny, amire úgy nem lehet felkészülni, hogy meg kell tanulni dolgokat, hanem az a tudás, amit szerez az iskolában, illetve szakirodalmat nyilván adunk, de a rátermettség, a szövegalkotási készség, kreativitás és mindenféle olyan kompetencia, ami ezeknek a feladatoknak a megoldásához szükséges, az inkább készségjártasság, és nem feltétlenül tárgyi tudás. Azt azért látom, hogy évekkel ezelőtt többen jelentkeztek, tehát több csapatunk volt az elődöntőben, és jobban meg kellett válogatni, hogy ki jut a döntőbe, de ezt én úgy gondolom, hogy abszolút az utóbbi két év digitális helyzetének köszönhetően érzékeljük így, mert ez a két év azért, amikor az emberek nem mentek el sehova, azt gondolom, hogy az egy kicsit a motivációt lecsökkentette, és szívesebben vesznek részt. Én a felsőoktatásban is ezt látom, olyan konferenciákon, ahol mondjuk online részvételi lehetőség van, és kevésbé szívesen utaznak el az ország másik felére személyesen. Úgyhogy egy picit csökkenő tendenciát azért látunk, de reméljük, hogy ez majd a későbbiekben növekedni fog megint, mert itt nem csak az a cél, hogy versenyezünk, hanem az is, hogy Szekszárdot egy kicsit megismerjék a távolabbi területeknek a diákjai is, vagy akár felnőtt, mert a kísérőtanárok is mindig jönnek, őket is vendégül látjuk, egy kis városnézés is szokott lenni, vagy egyéb más program, és hát vannak olyan csapatok, akik évről évre tényleg most már a 12. alkalommal itt vannak, tehát egy kicsit ilyen közösségformálás is a célja ennek a versenynek. A versenyt a budapesti 7. kerületi Madách Imre gimnázium diákjai nyerték meg. Március 5-én ismét nagyszabású programmal készül a Babits Mihály Kulturális Központ. A rendezvény központjában a hölgyek állnak, nekik kínálnak számtalan kedvükre való színes programot az intézmény munkatársai. A nap végére pedig egy táncos rendezvény veszi kezdetét a placon. A férfiak, ha csak nem akarják később kedvesüket kiengesztelni, nem felejtkeznek el március 8-tól. A nőnap lassan évek alatt társadalmi ünnepé vált és programok sokasága szerveződött köré. A Babits Kulturális Központban a pandémiát megelőzően már kedveskedtek a hölgyeknek egy egésznapos eseménysorozattal, melyben olyan témákat vegyítettek, amire a köznyelv azt mondja, igazán csajos ügyek. A vírus visszaszadulása fölbátorította a ház vezetőit, és március 5-ére ismét egy várhatóan emlékezetes napra invitálja a lányokat, asszonyokat. Ebben kiváló partnerünk volt, és most jelenleg is a Mentál Higiénés Műhely, akikkel közösen együtt állítottunk össze egy mondhatni majdnem 24 órás programot a hölgyeknek, ahol úgy gondolom mindenki meg fogja találni a kedvére való programot. Nagyon sokféle eseménnyel és olyan érdekes dologgal készülünk, ami minden bizonnyal felkelti a hölgyek figyelmét. Ebben a teljesség igénye nélkül a kirakodó vására, a csajos cuccok vására, számos előadássorozat, egészségügyi lelki tanácsadás, egésznapos moziműsorok, családi és hölgyeknek szóló kiváló vígjátékok, filmek, és mozgásművészeti stúdiókkal közösen olyan terapeuták és olyan mozgásművészek is érkeznek, akik kicsikét ugye a
testedzést és az egészség megőrzést is tudják segíteni a hölgyeknek, és hát ezzel kapcsolódóan van egy nagyon fontos program eleme még ennek a napnak. Este a placon a Ladies Night címet viselő olyan nőnapi retro party, ahova táncolni vágyó fiatal, középkorú és idősebb hölgyeket egyaránt nagy szeretettel várjuk. A piactéren működő plac egyfajta mostoha gyereke volt Szekszárd város közművelődésének. Igazán nem sikerült megtalálni azokat a kulturális elemeket, melyek otthonra lehettek volna az épületben. A jövő azonban új lehetőségeket kínál arra, hogy ez a tér folyamatosan fogadjon látogatókat. Ettől az évtől kezdve szeretnénk ezt a helyet is élővé tenni, és bevonzani a Babits Mihály Kulturális Központ és a Művészetek Háza mellett egy harmadik olyan rendezvény helyszínné, ahol talán a fiatalok kaphatnak hangsúlyosabb szerepet. Természetesen az esti táncos rendezvények ezek mindenképpen népszerűek. Egy két héttel ezelőtti esemény is már nagy népszerűségnek örvendett, egy diszkóval nyitottuk ezt a rendezvény sorozatot, de próbálunk tematikus programokat oda szervezni, már ami a táncozenés rendezvényeket is illeti. Márciusban és áprilisban is lesznek ilyen táncozenés esték, de szeretnénk egyfajta rockklubot is beindítani, a többi más zenei műfaj szerelmeseit is egy kicsikét bevonzani ide, illetve lehetőséget adni neki élőzenék, élőzenés fellépések, helyi fellépőkkel zajló koncertek. A járvány ideje alatt a Babits Kulturális Központ online felületein zajlott olyan koncertek, melyek feltörekvő zenekaroknak adtak helyet. Most, hogy szabad lesz a vásár, ezek a muzsikusok élőben is felléphetnek majd az ifjúsági tér színpadán. Ők az idei évi nagyobb programokra, városi eseményekre is vendégül fogjuk őket látni, és hát a plac meg egy kiváló terepe lesz ennek. Nem csak ezek a zenés esték fogják jelenteni majd a program kínálatot, hanem több olyan civil egyesület, társasjátékklub, különböző gamer klubok is jelentkeztek már, akik keresik a helyszínt ahhoz, hogy a saját közönségüknek is egy megfelelő városközponti helyen tudjanak tartani előadásokat, összejöveteleket. Azon is nagy erőkkel dolgozunk közösen a városi önkormányzattal, hogy hogyan tudnánk a helyi középiskolás és talán általános iskola felső tagozatát is ide sorolnám, az oda járó fiatalokat egy picikét a délutáni szabadidő hasznos eltöltésével is megkínálni, úgymond. Szeretnénk ott állandó jelleggel a kora délutántól kezdve szintén nekik biliárddal, csocsóval, játékokkal, büfével, természetesen a mai korosztálynak a wifi és az internet elérés egy létfontosságú dolog, egy olyan helyet kínálni, ahol akár iskola utáni holt időben, vagy éppen a vidéki bejáró diákoknak, amik várnak a buszra, vagy várnak a hazautazás lehetőségére, azt a néhány órát egy biztonságos és színvonalas környezetbe tudják elkölteni. A plac tehát arra készül, hogy felkapott és ismert bejáratott hely legyen. Berlinger Attila azt is elárult, a tervben vannak olyan zenés események is, ahova a már nem tinédzser korúakat várják elsősorban, hiszen táncolni ők is szeretnek. A nőnapi kavalkád esti záróprogramja jó alkalom lesz arra, hogy a plac népszerűbbé válhasson minden korosztály számára. Tolna megye zeneiskolájának csellista növendékei adtak közös koncertet a Szekszárdi Művészetek Házában. A fellépők mindegyike Kardosné Kemény Krisztinának, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem, Bartók Béla Zeneművészeti Intézet tanárának a keze alatt fejlődnek, és készülnek arra, hogy hivatásos muzsikusok legyenek. A fiatal tehetségek számára ezek a lehetőségek a rutin megszerzését segítik. A fiatal tehetségekből álló alkalmi kvartett is elkártáztatta a szép számú hallgatóságot. Akik ezen a délutánon pódiumra léptek, valamennyien eltökéltek arra, hogy zenei pályát válasszanak. Éppen ezért az idejük jelentős részét áldozták a muzsikálásnak. Négyen már a zeneakadémiai vagy határon túli zenei felsőoktatási tanulmányok előtt állnak. Alig volt lehetőség nekik is koncertezni, ez az egyik. A másik az, hogy nem csak nekik nagyon szuper az, hogy ők itt most koncertet játszhatnak, hanem a szekszárdi csellistákat
és a paksi cselistákat, és a bonyhádi cselistákat is arra kértem a tanárnőjüket, hogy hozzák el. Egy óriási inspiráció a csellón tanuló gyerekeknek az, hogy szinte saját korosztályukat, középiskolás gyerekeket ilyen szinten hallhatnak csellozni. A fellépőknek is ez egy nagy lehetőség, azért, mert az elmúlt időszakban kevés koncert lehetőségük volt, és az a 4 csellista, a fellépő 8-ból, akik most felvételi előtt állnak és zeneakadémiára készülnek, vannak, akik külföldre mennek tovább, nekik minél több koncert fellépési lehetőségük van, annál sikeresebb lehet majd mondjuk a felvételük, adott esetben egy következő koncert, azon túl, hogy már most is nagyon-nagyon ügyesek. A 8 fellépő mindegyikének közös felkészítője van. Kardosné Kemény Krisztinának, a Liszt-Ferenc Zeneművészeti Egyetem Bartók Béla Zeneművészeti Intézet tanára, aki azt mondja, nagyon kemény munka áll a tudás mögött, amit ezek a fiatalok elértek. A felkészítő véleménye szerint a magyarországi zenei képzés olyan szintű, hogy aki komolyan erre a pályára adja a fejét és a energiákat sem kímélve készül, komoly eséllyel nyer felvételt bármelyik külföldi nevet zenei intézménybe. Nekem van például olyan növendékem, aki most Bécsben tanul a Várvai Istvánnál, nagyszerű fiatal csellista, egy másik a Fenyő Lászlónál Frankfurtban, tehát tényleg nagyon jók a magyar honosok, és a csellisták különösen nagyon-nagyon jók, én úgy gondolom. Ezzel nem magamat dicsérem, hanem úgy általában a cselló oktatást. A cselló a vonósok egyik legnépszerűbb hangszere. Igaz, mondja a szakember, ahhoz, hogy igazán élvezetes játékot tudjon nyújtani a tanuló, időre van szükség. Kicsit később jön meg az eredménye, mint hogyha furuján vagy zongorán tanulna, mert ott kész hangokkal dolgoznak, de viszont gyönyörű hangja van, és ebbe elég hamar beleszeretnek a gyerekek. Óriási hangterjedelme, tehát tényleg egy cselló az énekel, az hasonlít legjobban az emberi énekhanghoz. Kicsit elfogult vagyok. Szőcs Ármén a Szekszárdi Liszt-Ferenc Zeneiskola tanulójaként ismerkedett a hangszerrel. Mi arról beszélgettünk, vajon milyen eszközökkel lehet népszerűbbé tenni a muzsikus pályát a fiatalok között. Kiskoromban szüleim sokat hallgattak csellót, és én így megszerettem kicsiként a hangját, aztán amikor jött a zeneiskolai beiratkozás, akkor megjelöltem a csellót, és aztán utána hát csak beleszerettem. Szólózenésznek lenni teljesen más, mint egy zenekarban játszani. Zenekarban ugye ott ülnek a szólamtársaim, és ilyen szempontból számíthatok segítségre, viszont szólózenészként egyedül ülünk a színpadon, ezért így laikus szemmel ezért is nézhetjük úgy, mintha ez nehezebb lenne, de én szerintem úgy vagyok vele, hogy kinek mi. Tehát ugyanolyan nehéz a kettő zenekari zenésznek lenni, és szólózenésznek lenni is. A szólistaságra keveseknek van esélye, mert ahhoz rengeteg minden kell, állóképesség, szerencse, nagyon aszkétikus életmód, de nagyszerű zenekari muzsikusok lehetnek, kvártetben, kamarazenekarokban. Ebben a pillanatban úgy néz ki, hogy a Liszt-Ferenc kamarazenekarban két növendékem is játszik. Tehát ezek nagyon-nagyon klassz dolgok. És hát tanítani, az sem mindegy, hogy ki fogja tanítani a következő generációt. Én az életemet zene nélkül el sem tudnám képzelni, és így megéreztetném velük, hogy milyen zenésznek lenni, és milyen a zene, mert szerintem ez egy olyan érzés, amit így nem nagyon lehet pótolni az életben. És hogyha ezt megérzik, akkor
szerintem sokkal nagyobb kedvel lesznek zenészek ők is. Hát lehet, hogy meglepő, amit mondani fogok, de nem is annyira a gyerekeket, hanem a szülőket kell. Mert a gyerekek járnak zeneiskolába, és amikor elérkezik az az idő, hogy választani kell a pályaválasztás, akár már gimnáziumot, akkor a szülők elgondolkodnak, hogy valami számítógép, nyelvet tanulni, stb. Tehát pedig nekünk arra is gondolni kell, hogy egy zeneértő közönséget kinevelni. Tehát nem kell mindenkinek feltétlenül pályára menni, de az, hogy a koncerteken legyen értő közönség, aki oda megy, aki szereti, ahhoz viszont nagyon jó, és sokkal jobb a tanulmány eredménye a zenét tanuló gyerekeknek. Megtanulják ezt a komplex gondolkodást. A zenei nevelés fontosságáról nagyon sokan és sokat beszéltek és beszélnek ma is. Szinte mindegy, ki miért ismerkedik meg a zene alapjaival, és ha már megismerte és elkötelezetté vált, a lehetőség megvan arra, hogy kiemelkedő pályát fusson be. A bizonyíték itt volt ebben a 8 fiatalban. Köszönöm a figyelmüket, viszontlátásra!